Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a mai képmás estünkön. A vendégünk Molnár Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia ELTE geológia, geofizika, űrtudomány tanszékének, kutatócsoportjának a munkatársa. Három tudományág, amiből egy is elég lenne egy kutatócsoporthoz, úgyhogy én is hoztam erősítést. Réti László, ő mellettem újságíró, ő is segíteni fog a mai estén, hogy kikutassuk a titkokat. Azt hiszem, hogy a médiából érkező hírek adnak is aktualitást a mai beszélgetésnek. Például 7 földhöz hasonló bolygóra bukkantak, korábban mágneses sugárzásokat észleltek az űrből. Tehát, hogy mindenféle izgalmas dolog történik körülöttünk, amiből nagyon keveset tudunk. Ezek valójában mekkora nagy hírek? Ezek nagy hírek, mert valamilyen módon ilyen számunkra ismeretlen világról adnak hírt. Tehát olyan dolgokra látunk egy kicsit rá, amiket így igazából így nem nagyon tudunk elképzelni, vagy csak a saját közvetlen ismereteinkből próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen is lehet, de az egész űrkutatásnak az alap, vagy a fő ilyen hozadéka az, hogy olyan szempontokból látunk rá a saját földi életünkre, amilyenekből innen nem. Tehát, hogy azzal, hogy így eltávolodtunk a földtől, ezzel megnyílt egy új perspektíva, és olyan események, vagy olyan jelenségek jönnek szembe, amikkel itt nem szoktunk találkozni. Van olyan nagy heuréka élményed, vagy felfedezésetek, amit el tudsz nekünk itt most mondani, hogy miért volt érdekes, ami mondjuk neked a legfontosabb, és még beletartozik abban, amit mi meg is értünk? Igazából én geofizikus vagyok rendesen, tehát én a Földdel foglalkozom, csak a 1994-től 2007-ig dolgoztam egy olyan kutatócsoportban, ahol műholdas képeket dolgoztunk föl, amik ugye a világűrből készültek a Földről nagyrészt, és az a kutatócsoport, ahol most dolgozom, abban is igazából én ezt a Föld megismerésével kapcsolatos témákat viszem, de ebbe a témakörbe vannak persze nagyon érdekes kutatási területeket. De ezek nem annyira űr, tehát én most nem a... Nem az űrkutatáshoz kapcsolatban. Mondhatni földkutatás? Földkutatás a világűrből, igen, van egy ilyen. Tehát most onnan jössz, igazán? Igen. Elmesem az egyik témakört. Róma környékén a rómaiak ilyen hosszú nagy vízvezetékeket építettek, ami Róma városába bevitte a vizet. Ezek egy része több kilométeren keresztül a föld fölött megy, vannak ilyen képek, hogy ilyen oszlopsoron, boltíveken mennek ezek a vízvezetékek. És erről tudjuk, hogy az a 1000 vagy a 500-as évekig hordta Rómába a vizet, és utána a barokk pápán idején volt megint vezetékes víz Rómában. Miért érdekes? Mert az a Itália földje, az ugye nagyon sok földrengés van, ma is mozog, és ezek a földrengések rombolták le ezeket a vízvezetékeket. És az egyik ilyen kutatási terület, hogy egy olasz hallgató hölgy, az szintezőműszerrel, teodolittal, meg GPS-szel megmérte, hogy a meglevő vízvezeték darabokon, amiken látszik, hogy a vízvezeték alja, tehát ezen az ívek szélén, a végén, a meglevő darabokon, hogy milyen magasan van. És felrajzoltuk, hogy lejtett ez a római kori vízvezeték. És azt láttuk, hogy furcsaságokként, hogy bizonyos szakaszon visszafele lejt a vízvezeték. Ez nem azért van, mert a rómaiak ügyetlen mérnökök voltak, hanem mert az elmúlt 1500 évben olyan földrengések voltak, illetve olyan földmozgások vannak, amik miatt, ahogy itt a földrengések, azok a kőzetlemezek, ahogy mozognak, van, ahol bizonyos módon itt távolodnak egymástól, legalábbis helyileg ezek a kőzetlemezek, ott pedig valahogy meg kell nyúljon a föld, és ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy mint ahogy egy könyves polcon, hogyha
ha elveszük a két széléről a támasztékot, akkor a könyvek így megbillennek egy irányba, ezt ugye el tudjuk képzelni, hogy azon a szakaszon a Föld így megbillent, tehát ilyen néhány száz méteres darabokon, persze a mélyben, és ez a lezökkenés, ez fél méter, egy méter lehetett ezeken az oldalakon, tehát ott, ahol ez a lebillenés volt, ott most azt látjuk, hogy ledőltek a vízvezetékek, tehát azokat elhordták az elmúlt 1500 évben, és a meglevő szakaszokon pedig azt látjuk, hogy visszafele lejtenek ez a könyves polc mechanizmus miatt. És ez az egyik ilyen kutatási terület, hogy erről tudjuk, hogy ezek szerint ezek a földrengések az elmúlt 1500 évben voltak. Tehát ezek a földtani ismereteinkben vannak, amit most is tudjuk mérni, hogy hogyan mozognak ezek a lemezek néhány centi, néhány milliméter per éves sebességgel. Ezen viszont tudunk egy ilyen történelmi adatot berakni ebbe, hogy biztos, hogy az elmúlt 1500 évben kellett néhány olyan földrengés legyen az a terület, ami miatt itt tágul az a föld darab. Tudomány mire tudja ezeket felhasználni? Miért hasznos tudnunk, hogy 1300 évvel ezelőtt Itália közepén megrengett a föld, és egy kicsit lejjebb süllyedt a réteg? Igen. Azért ugye Itáliában ma is vannak földrengések, amik elég pusztítóak, és nem is egyszerűen, tehát nem valószínű, hogy azt fogjuk tudni, hogy megakadályozni nem fogjuk tudni. Az is még viszonylag messze van, hogy meg tudjuk pontosan jósolni, hogy mikor lesz. De hogyha bármilyen módon is előre tudunk ebbe jutni, egyáltalán le tudjuk még jobban szűkíteni azokat a területeket, hogy hol várhatók a következő földrengés, azzal esetleg emberi életeket tudunk megmenteni. És hogyha viszont nem kutatjuk ezt a témát, akkor ez magától nem is fog kiderülni, hogy ezt meg tudnánk-e tenni. Jó, hogy az előbb hallottuk ezt a 3 perces magyarázatot, mert szerintem azért nagyon sokan vagyunk úgy logikusként, hogy nagyon kíváncsiak lennénk, de aztán olyan választ kapunk körülbelül, mint amikor megkérdezi a gyerek, hogy apa, mitől megy a metró, és akkor azt mondják, hogy hát megnyomnak egy gombot is attól. Tehát, hogy nagyon sokszor eljutunk egy ilyen falig, akár ilyen dolgokra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az a fekete lyuk, vagy például a világegyetem keletkezése. A tudós hogy van ezzel, hogy nyilván vannak ugyanilyen falak és korlátok, ez hogyan lehet jól viselni ezt a tudatot, hogy azon valószínű az életem során sosem jutok túl? Azért ilyen teljes belenyugvással nem viseli el az ember, tehát valamit így azért így próbál tenni ellene. Nem tudom, lehet, hogy azt érzi, hogy, vagy én azt érzem, hogy néhány ilyen dolgokban, amikről tudom, hogy itt azért így, tehát, hogy az emberiségben azért vannak, akik tudják ezt, és ezt meg is írták könyvekbe, akkor ebbe a könyvbe, hát a benne levő tudást, hát akkor valahogy így az, nem tudom, az elkövetkező néhány évben valószínű, hát ha nem is kell teljesen megtanuljam, de így el kell olvassam, vagy nagyjából megértsem, hogy miről szól ez az egész. Tehát, hogy egy kutató is azért nagyon sokat tanul, tehát ez nincs lezárva, illetve az, hogy amikor így valami szembe jön és fölbosszantja az embert, hogy akkor na ez hogy is van, akkor esetleg átrágja magát rajta, akkor így megörül ennek az egésznek, és amikor egy következő kutatási téma, vagy a kutatócsoport által beadott pályázat szembe jön, akkor egyel több szerszám van a kezében, egyel több módszer, vagy egyel több adag információ, ami segíthet az adott kutatási feladat megoldásában. Tudsz nekünk mesélni erről a 7 bolygóról, amit most találtak, hogy ebben mi is olyan nagyon érdekes számunkra? Akkor egy percben összegzem, jó? Tehát a 3 is jó lesz. Igen, tehát az, hogy egyáltalán találtak exobolygókat. Az exobolygók olyan bolygók, amik nem a nap körül, hanem valami távoli csillag körül keringenek. Ezeket nem úgy látjuk, mint a távcsővel így belenézünk. Tehát ez az érdekes, hogy azt látjuk, hogy fönn vannak
mondjuk a Földről, hogyha néznénk egy csillagot sokáig, és annak a fényességét, ugye az tényleg az egy pont el lehet képzelni, vagy még egy nagyon nagy nagyítású távcsőben is, így abból csinálnánk egy digitális ilyen fényképezőgépet, az néhány képpont lenne összesen, tehát egy csillagról. És azt látják, hogy folyamatosan figyelik ennek a fényességét, leveszik azt, hogy most azért sötétebb, mert felhő van előtte, vagy azért sötétebb, mert nem tudom, párás az időjárás, vagy ilyesmi, hanem megcsinálnak egy nagyon hosszú idősort, hogy mikor mennyire fényes az a csillag. És azt veszik észre, hogy ebbe a fényességben néha egy picit, néhány százalékkal lecsökken a fényesség. Ilyet mi is látunk a Földön, például amikor a Merkur vagy a Vénusz elhalad a nap előtt, akkor tényleg innen a Földről nézve is néhány százalékkal lecsökken a nap fényessége. Ha a Földről a mi napunkat nézve lecsökken a fényesség rövid időre, akkor ezeknél a távoli csillagoknál is azért csökken le a fényesség egy nagyon rövid időre, mert elhalad előtte egy bolygó, ami annak a csillagnak, mint napnak, a saját naprendszerének egy bolygója. És ezeket az idősorokat vizsgálták, tehát néhány év, ehhez 10 éves idősorok kellenek, hogy ezeket meg tudjuk mondani. Aztán a csillagnak a színképéből lehet következtetni annak a tömegére, hogy az már egy öreg csillag, mekkora, mennyi anyag van benne, akkor abból az anyagból meg lehet mondani a tömegét, akkor hogy mekkora a gravitációs tere. Kepler óta meg tudjuk mondani egy gravitációs tér esetén, hogy milyen messze kell legyen egy bolygó. Ha milyen messze van egy bolygó, akkor mennyi lesz a keringési ideje. Ezeket az idősorokat nézve látták, hogy van olyan periodicitás benne, hogy mindig rendszeresen lecsökken a fényesség, és ez olyan furcsa volt ez a periodicitás, hogy látszott, hogy ez 7 különböző periód, 7 jelenség rakódik egymásra, innen gondoljuk, hogy 7 bolygó van. És a keringési időkből, hogy melyiknek mi a periódusa, meg tudjuk mondani, hogy milyen messze vannak ettől a csillagtól, és ebből meg tudjuk mondani, hogy milyen erős lehet rajtuk a sugárzás, a napsugárzás, ebből meg tudjuk mondani, hogy lehet-e olyan felszín hőmérsékletük, amiben a víz, az, tehát ilyen a mi ismereteink szerinti 0 Celsius és 100 Celsius fok közötti hőmérséklet tartomány, tehát hogy lehet folyadékként víz, szilárdként és légneműként is. Az bennem egy kérdés, hogy említed, hogy elképesztően messze lévő bolygó, ha bármilyen távcsőt állítunk, néhány képpont, amit látunk, és mégis nagyon sok adatot, információt meg tudunk róla mondani. Emellett van bennem egy ilyen dilemma, hogy lehet az, hogy a közelünkben lévő csillagászati szempontból tényleg elképesztően közel bolygókról, mégis nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk. Például gyakran olvasni, szerintem évente egyszer bedobja a sajtó, hogy a naprendszerünknek kellene, hogy legyen még egy bolygója, de hát sajnos még nem sikerült megtalálni, viszont számítási modellek erre utalnak. Hogy van ez? Az, hogy tulajdonképpen a naprendszerünk széle, az nagyon messze van tőlünk. Tehát például a fénysebességről tudjuk, hogy az nagyon gyors, mondjuk egy másodperc alatt így 8-szor körbe menne a Föld körül, vagy másfél másodperc alatt megy el a fény a Holdig, illetve a naptól hozzánk 8 perc alatt ér el a fény. És a naprendszer széle az ilyen 12 fényóra. Tehát oda 12 óráig megy el a fény. Tehát az amilyen messze mi a naptól vagyunk, annál tehát annak 100-szorosa a naprendszer széle. És azon a részen így egy bolygót kutatni, az nem tehát nem úgy van, hogy oda kimegy egy szonda, és így szembe jön vele. Jó? Tehát az nagyon, nagyon, nagyon messze van. Egyáltalán úgy vették észre ezeket a bolygókat, még a 30-as években, talán az Uránuszt úgy vették észre, hogy így rendszeresen fényképezték az égbolt egyes részeit, ugyanazokat a csillagképeket, és akkor a csillagok azok egymáshoz képest állni látszottak, és hogyha egy azt látták, hogy egy fényes pont, egyik képen itt van, a másikon meg ott, így váltogatták így a csillagászok a szemük előtt a képeket, és akkor valami így ugrált, akkor így keresték a bolygókat, így tárták aztán meg az Uránus 30-es évben. Tehát nem olyan könnyű. Van, amit nagyon tudunk, és valamiket meg nem. Tehát olyan egyenetlen a szilárdságú a tudások. Sokszor hallunk amatőr csillagászokról is, akik üstököst figyelnek meg,
különböző tudományos eredményekre tesznek szert. Ők mennyire segítik a tudományt? Mennyiben tud a tudomány rájuk támaszkodni? Rettenetesen, ugyanis az van, hogy még, hogy egyik oldalról most azt gondolhatnánk, hogy irgalmatlan sok pénzt elköltünk erre, és egy csomó kutató ezen dolgozik, és akkor mindenféle eredményeket, akkor hogy lehet az, hogy még van olyan dolog, amit nem tudunk a világról, hogy a világ nagyon összetett és bonyolult, és nagyon-nagyon sok kaszálni való van rajta tudományos téren. Tehát ez egy rettenetesen nagy mező, és hogyha még több és még okosabb hallgatók lennének az egyetemen, akkor annyiféle dolgot, tehát hogy nekik mindnek lenne kutatni valója. Lehet építeni az amatőrökre? Természetesen, nagyon. Hát ugye szerencsére ez nincs standardizálva, tehát vannak olyan amatőr eredmények, amik nem különösebben izgalmasak, de pont ezek miatt az adathozzáférési dolgok miatt igenis elő lehet állni ilyen nagy, vagy kijöhetnek nagyon szerencsés eredmények. Igen. Van egy hírtípus, ami folyamatosan ismétlődik. Én azt hiszem, hogy hetente kapunk egy hírt Elon Musktól, a Teslának a vezérigazgatóját, illetve a SpaceX-nek a vezetőjétől, és valami hangzatosat nyilatkozik a Marssal kapcsolatban. Most pár hete legutóbb azt hiszem azt mondta, hogy a Marsra 6 éven belül el fogunk jutni. Pont, hogyha most nem is ennek a konkrét hírnek az igazságtartalmát vizsgáljuk, hogy melyik részlet igaz, melyik nem, mekkora realitását látod a Mars utazásnak? Hát egy példát tudunk arra, hogy idegen égitestre tette a lábát az ember, tehát a hold utazás. A 60-as években, ugye az elején a Kennedy elnök meghirdette, akkor pont így le voltak maradva az oroszokhoz képest, és azt mondták, hogy 10 éven belül megcsinálják, és megcsinálták, irgalmatlan pénzeket költöttek rá, és hát úgy tűnik, hogy haszontalanul, de nekem ez egy kedvenc témám, mert szerintem nem haszontalanul. Mi a haszna? Hát az a haszna, hogy így kitalálták azt, hogy elmegyünk a Holdra. Jó, leszállunk oda, jó, haza kell jönni, rendben van. És ugye tudjuk ezeket a részleteket, és tudjuk a gravitációs erőt, meg energiát, meg ilyeneket, és akkor azt tervezték, vagy hát aki a fő mérnök volt, a Werner von Braun, ugye egy a Németországból hadizsákmányként Amerikába elvitt német mérnök, aki a rakétafejlesztéssel foglalkozott, ő mondta, hogy hát úgy kell csinálni, hogy egy ilyen nagy rakétával tulajdonképpen leszállunk a Holdon, amiben ott van az üzemanyag, amivel hazajövünk. És akkor az egyik ilyen mérnök, aki ilyen sokat, nem tudom, mérnök volt a NASA-nál, az azt mondta, írt egy levelet a NASA igazgatójának, hogy hát még a Cialkovszkinak, tehát annak az orosz tudósnak a századfordulón volt egy haverja, aki az első világháborús lövészárkokba ott így ezzel foglalkozott, így energetikailag számolta a holdutazás problémáját, ugye sehol nem volt még rakétánk sem. És azt kiszámolta, hogy amikor majd a Holdra mennek az emberek, akkor nem szabad azzal az űrhajóval, amiben az az üzemanyag mennyiség van, ami ahhoz kell, hogy a Hold gravitációs erejét legyőzve eljussunk arra a pontra, ahol már a Föld vonzása erősebb, és hazahúzza az űrhajót a Földre, hogy azt az űrhajót azzal nem szabad leszállni a Hold felszínén, hanem azt ott kell hagyni, hogy keringjen a Hold körül, és hogy emiatt csak egy nagyon pici űrhajóval szabad leszállni a Holdra, amivel csak annyi üzemanyag van, hogy visszarepüljenek ehhez az űrhajóhoz, és utána össze kell kapcsolódni vele, és úgy hazajönni. És akkor ez a mérnök ez így megírta ezt a levelet, a NASA igazgató azt mondta, hogy akkor összehív egy megbeszélést 2 hét múlvára, és ott volt mindenki, és megállapodtak ebből, hogy tényleg, hát ezt kell csinálni, nagyon jó. És akkor így mentek ki a teremből, és a Werner von Braun mondta, hogy hát jó van, de hát akkor most magunkra rántottunk egy másik problémát. Micsodát? Hát azt, hogy az az űrhajó, amelyik felszáll a Hold felszínről, meg a másik űrhajó, ami kering a Hold körül, annak valahogy össze kell tudni kapcsolódnia.
És ez addigra már ismert volt, hogy ez egy nagyon bonyolult probléma. Elvileg nem az, de a valóságban az. Ha elképzelünk két űrhajót, amik mennek a föld fölött, így föld körül egymás mögött, a hátul menő gyorsít a rakétájával, akkor az történik, hogy magasabb pályára kerül, a magasabb pálya az nagyobb keringési időt tartozik, tehát lemarad. Még egyszer, tehát a hátulmenő gyorsít és lemarad. Ezt úgy hívják, hogy égi mechanikai paradoxon. És rájöttek arra, hogy ezt a Földön meg lehetett úgy csinálni, hogy nagy radarokkal figyelték a két űrhajót, és ilyen nagy akkori számítógépekkel, ilyen szobányi számítógépekkel kiszámolták, hogy akkor hogyan is kell fújni a rakétának, hogy, hogy először így lelassuljon, akkor beesik a másik űrhajó alá, akkor a pályán utána földgyorsul, akkor összekapcsolódnak, de ugye ezt a Hold körül nem fogják tudni a földi radarokkal, meg a földön levő számítógépekkel kiszámolni, tehát a űrhajóra rá kell tenni egy számítógépet. És azt ilyen... akik meg voltak bízva a navigációval, a Bostoni Műegyetemnek a kutatói, azok egy megbeszélésre mentek azokkal a mérnökökkel, akik a holdkompot tervezték, akik ilyen repülőmérnökök voltak, és a repülőmérnökök mondták, hogy vagy ezek a számítógép tervező mérnökök mondták, hogy a repülőmérnököknek, hogy ugye tudják, hogy ide majd föl fog kerülni egy számítógép, és akkor mondták ezek a repülőmérnökök, ha persze, hogy tudtuk, be is terveztük már a helyét. És mekkora helyet terveztek be, és mondták, hogy hát mekkora, hát egy köbláb, ugye 30 centiszer, 30 centiszer, 30 centi. Azok összenéztek, és tudták, hogy van 5 évük, hogy a szobányi számítógépből ugye, csináljanak egy 30 centiszer, 30 centiszer, 30 centis számítógépet. És ez 1967-ben volt. És ha visszaemlékezünk az elmúlt néhány évre, akkor egy számítógép, az körülbelül 30 centiszer, 30 centiszer, 30 centi. Tehát 50 évre beállították a szabványt. Jó? Tehát, hogy... Akkor most kíváncsiak vagyunk, hogy ennek a 6 évnek mi lesz az eredménye. Így van. Tehát most az fog történni, hogy ez alatt a 6 év alatt, hogyha ők megoldanak olyan problémákat, akkor persze mi fognak alakulni újabb technológiák, vagy muszáj a szembejövő problémák megoldására kialakítani újabb technológiákat, amik utána, mint hogy valószínű nem lesz utána megint egy fél év múlva Mars expedíció, vagy ha lesz is, akkor jó, de hogy ki lesznek alakítva olyan technológiák, meg gyártási kapacitások, amiknek piacot kell szerezni, és a személy számítógép lett az, amit a kialakult technológiából 50 évvel ezelőtti technológiából 30 évvel ezelőtt piac érett termék lett belőle, és meg fogjuk látni, hogy mik lesznek azok a technológiák, amik pár éven vagy egy évtizeden belül piac érett termékek lesznek a Mars utazásból, ha lesz. Tudunk még mondani példákat a személy számítógép mellett, hogy dolgok, amiket akár használunk a hétköznapokban, de igazából űrkutatási melléktermék. Igen, a vegyi anyagok között vannak, meg a teflon, kevlár, tehát ezek az ilyen nagyon speciális műanyagok, akkor a földkörüli űrhajósok kapcsán jöttek rá a nyomelemek jelentőségére, a vérkeringés, vagy ilyen orvosi diagnosztikai eszközöket fejlesztettek azzal kapcsolatban, hogy mérni tudják az űrhajósok állapotát. Egyáltalán ilyen gyártás technológiában az, hogy hogyan kell valamit úgy összerakni, hogy amikor például egy űrhajó egy föld körüli pályára áll, és súlytalanság lesz, és akkor elég olyan megnyugtalanító érzés lehetett az űrhajósoknak, amikor ilyen csavar alá tétek, meg ilyen dróddarabok így előlebegtek a műszerfal mögül, ugye? Tehát ilyen apróságnak tűnő dolgok, de ezeket mind meg kell oldani. Olyannyira egy kicsit ironikus is számomra, amikor mondjuk egy divat bemutatón az anyagokat úgy mutatják be, hogy ezt az űrkutatásban is használják, és ettől ez egy minőségi anyag, vagy mondjuk elég sok ilyen apró kis mondjuk ilyen tévésopos terméknél is hozzáteszik, olyan ezt a fejlesztette ki. Hát igen, tulajdonképpen ez egy
márkavéd jegy, mert azt gondoljuk, hogy ez valami olyasmi, amiben nagyon sok tapasztalatot, tudást és munkaórát beletettek. További szép hétvégét, köszönjük, hogy itt voltak velünk.